A blue a farmerra, tehát a denimre utal, mint a főszínre. A paprika pedig az egy magyar. És a kettő együtt, hogy blue paprika, tehát hogy egy ilyen nemzetközi is legyen, magyar is legyen, tehát egy ilyen megjegyezhető magyaros név. A Blue Paprika kollekció az alapvetően a 90-es éveknek az úgynevezett Power Woman vonalához nyúlt vissza, ami egy ilyen nagyon erőteljes nőt jelent tulajdonképpen. Tehát egy nagyon erőteljes színek, erőteljes vállak, hangsúlyos derék, miniszoknyák, tehát egy ilyen nagyon-nagyon nőies, de kemény vonal, és ezt próbáltuk meg ötvözni a hagyományos magyar motívumokkal. Hogyha mész az utcán és sok szürke ruhás embert látsz, meg fekete ruhába, akkor te is egy komor hangulatba kerülsz, hogyha színeset, akkor mosolyogsz egyet. Tehát nekem az a célom, hogy az emberek feldobják egymást a ruháikkal. Tavasz, nyár, virágok. Igazából én szeretem a virágokat. Először is későn lett tavasz, és nagyon inspiráltak a virágom, úgyhogy azért készítettem rengeteg virágot. Ez valahogy így alakult, hogy mindenki ennyire tavaszira virágosra fogta a dolgokat. A kalapok az most a szívügyem volt, tehát ezt azért készítettem el, mert nagyon régóta szeretnék kalapokat készíteni. Ez egy lehetőség volt, hogy mindegyik ruhához terveztem és kiviteleztem a kalapokat. Elsődlegesen az volt a célom, hogy a virágok körül vegyék a tervezőket. Milyen kollekcióval jöttetek? Tavaszi-nyári kollekcióval, amit a Szecesszió és Muha művészetei vetett. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said release me. Móni csinálta a ruhákat, és én pedig az ékszereket.
túl sok a szürke, fekete, az egyenlila. Szeretnénk egy kicsit, hogyha színesebben járnának az emberek. De nem harsány Cheyenne-Pecsol kollekció, ami a női szépséget és különbözőséget próbálta megjeleníteni a színpadon, kezdve a szenvedélybetegségektől, mint a csoki evés és a mobiltelefonálás, a romantikus, szerelmes lányokig, szinte minden volt. Szerettem a virágokat, úgyhogy ha lehet, akkor teleteszem vele a fejemet, a ruhámat. Hát erre nem volt túl sok idő, igazából adott anyagokkal dolgoztam, nem volt túl sok lehetőség újabb anyagoknak a vásárlására, tehát ez most egy ilyen kollekcióra sikerült, ami igazából meg vagyok vele elégedve, csak szerettem volna még többet, még inkább a részletekbe elveszni. A Fashion TV Budapesten mutatta be a legújabb haute couture kollekcióját, ami egy ilyen parti, egy ilyen éjszakai kollekciót takart, illetve hát ismételten tudósítottak a Budapest Fashion Week-ről. Yeah.
mindenféleképpen érdekesebb a divat bemutatókat megbontani egy-két performanszal. A Magma Tűzszínházzal Indiába találkoztam januárban, ott ismerkedtünk meg. Ezek után jött az ötlet, mi lenne, ha felépnének a Budapest Fashion Weekend. Vagytok hajlandóak tudomásul venni a válságot, ezt ugye többi kreatorral észrevettem. Igen, hát mondjuk én is hallottam, elmaradt a Los Angeles Fashion Week, tehát ahhoz képest mi még mindig jók vagyunk. Egyre több tervező jelentkezik. Természetesen mindenféleképpen jönni szeretnénk. Biztos, hogy itt leszek. Tehát találkozunk össze. Én nagyon jól érzem magam ebben a körben, és szeretnék továbbra is részt venni ezeken a bemutatókon. Természetesen itt leszünk, nagy valószínűséggel itt leszek. Az összes divatiskolából, ami létezik Budapesten, Magyarországon, voltak nálunk tervezők, akik kiállítottak, illetve bemutattak, tehát úgy gondolom, hogy jó a statisztikánk. Nagyon jó volt, én nagyon élveztem. Nagyon tetszett a műsoruk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy máshoz se fogunk jönni. Egyre több olyan média jelentkezik az utóbbi időben, aki az elmúlt pár évben nem vett rólunk tudomást, de most már olyan rendezvényén léptünk elő, ami számukra is mindenféleképpen meg kell jelenni. Várjuk Önöket egy újabb Budapest Fashion Week-re az idén össze. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok! Általában november végén szokott lenni, valószínűleg fogjuk tartani ezt az időpontot, és újabb és újabb tervezőkkel és kollekciókkal várhatjuk a közönséget. Van már ötleted a téli kollekciódra? Már van, igen, már van. Van ötletem. Nem árulom, az legyen majd meglepetés mindenkinek.